Sziasztok! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Talán láttátok már a korábbi videóim közül, hogy a Gold Coaston Queenslandban csináltam néhány ilyen használt autótelepről filmet. Úgyhogy most úgy gondoltam, mivel Melbourne-ben vagyok, hogy itt is megnézzük, mi a kínálat, milyenek az árak, mert ez azért egy más market, sokkal élénkebb az autópiac, miután 5,5 millió ember él Melbourne-ben, tehát érdekes lesz ezt is megnézni. A Norm Reynolds használt autó kereskedésben vagyok, nincsenek nyitva, nem fogom tudni kinyitogatni az autókat, de hát nem baj, mindjárt kezdjük is el. Ez az első, mindjárt egy Holden Commodore, azaz Opel Commodore, ahogy ti ismeritek, méghozzá kombi változata, és hát ugye annyira kínálják eladásra 2016-os típust, hogy low kilométer van owner, tehát alacsony kilométer, kevés kilométer van benne egy tulajdonostól, és WeFinance, hogy még ők adnak rá kölcsönt is, úgyhogy nem kell sokat csinálni itt, mint elkezdeni fizetni a részleteket. Megnézzük, írja az árát. Igen. 21.764 dollár plusz a járulékok, összesen 24.990, ami elég húzós használt kocsi létére. 3 literes V6-os motorja van, automata, komplett service története van, curtain airbags, tehát körbe ilyen függöny légzsákok, cruise control, és 15 hónapos garancia is van rá. Tehát nem új kocsi, nem is olcsó, úgyhogy ezért nem kapkodnak. Evoque típus, Series 2, tehát második kiadás. Jó, akkor a következő egy kis Toyota Yaris, nagyon csinos kanári sárgába, Canary Yellow, ami nagyon élénk szín, egy biztonságos szín az úton. Úgyhogy gyerekek, ezt 20.990-ért adja, úgyhogy van benne 122.000 kilométer. Hát nem tudom, automata, ez is egy tulajdonostól jön, és hát ugye alacsony kilométer, kevés kilométer, ami vagy igaz, vagy nem. Ó! Speciális áron van, 10.990. Jó, a következő, ez a Ford Falcon, ausztrál gyártmányú. Ez azért érdekel, mert nekem is van egy ilyen, ha láttátok a korábbi videóimban, egy piros színű, ami az előző karosszéria, ez volt gyerekek a legutolsó. A Ford 2016-ban bezárt, nem gyártottak többet, és egy ilyen faceliftes változatban még megpróbáltak kidobni egy új modellt. Sok mindent nem változtattak rajta, mert az ajtók, ablakok, a karosszéria lemezek, minden ugyanaz, még a felnik is. Tehát csak elől és hátul adtak neki egy faceliftet, ami, hát nem tudom, meghozta-e nekik az utolsó eladási
sikert. Igen, egész más az eleje. A hűtőrácsát teljesen átépítették. A lámpákat is, a lámpatesteket. Tehát mikor ez megjelent, az enyémnek azonnal leesett az ára egy pár ezer dollárral. Ez így szokott lenni. Na nézzük, mit ír róla, mert ez engem tényleg érdekel. Tehát van benne szetnev, alacsony kilométer, kevés kilométer, reverse kamera, egy tulajdonos, cruise control, parking szenzor. Fordítsam magyarra? Nincs értelme, úgyis értitek. 22.990 kér érte, ami nem egy olyan rossz, nem egy rossz ár. 108.000 kilométer, ott írja egész kicsi betűkkel, vagy számokkal, és 2015-ös. Tehát egy évvel a bezárás előtt, a gyár lezárása előtti gyártmány. Hát szép nagy kocsi, de már elavult mindenféleképpen. Ezek soha nem jöttek, nem gyártották őket V6-os formátumban, csak a soros 6-hengeres volt, meg egy néhány V8-as, de abból se volt sok. Na most, a nagy vetélytársa évtizedeken keresztül a Holden volt, itt Ausztráliában. Hát ugye ez is külföldi érdekeltség, a General Motorsnak a tulajdona volt mindig is, de hát az emberek azt hitték, hogy ausztrál kocsi, mert itt gyártották Adelaide-ben. Ez a Holden embléma, ami tulajdonképpen az Opelt helyettesíti be, meg a Chevrolet-et Amerikába. És ez a kocsi, tehát a Holden az egy évvel később, 2017-ben zárt be, és ez már egy import modell. Úgy gondolom, hogy ez Európából jön, és ezt adják itt el, mint az új Holden Commodore. De meg kell, hogy mondjam, annak ellenére, hogy szép kocsi, jó forma, nem népszerű, mert az emberek valahol megharagudtak a Holdenre, hogy bezárt a gyár. Tehát Commodore RS. Nem egy rossz felszereltségű lehet, de mindjárt meg is nézzük. Szépek a kerekei. Ez szinte tiszta új kocsinak néz ki. Igen, 50.000 kilométer van csak benne, 49.900. És gyerekek, 25.990 dollárt kér. 2 literes turbo motor, reverse kamera, cruise control, front and side, curtain airbags, tehát az is ilyen függöny, légzsák, és még új garancia is van a kocsin. Tehát nem rossz ár, 26.000 ér egy tulajdonképpen új kocsi. Hát ha 220-szal beszorozzátok a dollárt, mert körülbelül annyi szokott lenni a forint mostanában, akkor megkapjátok a forint árat, össze tudjátok hasonlítani az otthoni árakkal. Ez pedig gyerekek a kis Volkswagen Polo. Erre is természetesen azt írja, hogy kevés kilométer, automata, és ők adnak rá kölcsönt. V-Finance. Tehát annyira megkönnyítik, csak tudjanak eladni egy-két kocsit, mert mostanában eléggé stagnál a piac. Úgyhogy ez a TSI modell póló, és hát mondjuk itt a legfontosabb, összehasonlítsátok otthoni dolgokkal az ára. Mégpedig 12.990 dollár. Most az a low kiló, alacsony kilométer a 116.835 és 2010-es modell. Tehát nem mai gyerek, jól néz ki, de már 10 éves.
Hát hadd ne soroljam el, mi van benne, ha akarjátok, stoppoljátok a videót és olvassátok le. A következő egy Mitsubishi négykerék meghajtású, szintén egy tulajdonostól 2016-os típus. Ez egy nagyon jó kis középméretű terepjáró, ugye idézőjelben, Outlander, mert ezt nem használják itt, csak a városban. De legfőképpen iskolába viszik ilyenekkel a gyerekeket. Tehát ebbe is van Bluetooth, SatNav, reverse camera, cruise control, első oldal, első és oldal légzsák, kilométer 63.600, 16-os kiadás, 29.900 dollár. Úgyhogy köszönöm szépen. Megnézzük ezt a Peugeot 208-ast következőnek, ami egy kétajtós GTI modell. Ó, ez népszerű, ezért kapkodnának otthon, meg Európában. Kétajtós, manuálváltós, méghozzá 7 sebességes. Szuper! Kíváncsi vagyok, ezt otthon, vagy Nyugat-Európában mennyiért tudnátok elhozni. Ugye? Mindjárt megnézzük az árát. Erre nem kellett ráírni, hogy WeFinance, hogy adnak rá pénzt, mert ezt gondolom készpénzért fogják eladni. Azért itt van rajta, hogy WeFinance. Szóval, természetesen egy tulajdonos, SatNav, Sport Seats, tehát sportos ülések, cruise control, 15 hónap garancia. A kilométer benne 101.800. Az ára nagyon jó. 16.990, tehát 17.000-et szoroz meg 220-szal. Az mennyi? 3,5. 4 millió körül van, gyerekek, ez a kocsi. 1,6 literes turbó motor, SatNav, cruise control, sportos ülések, azt már mondta, curtain airbags, úgy szintén 15 hónap garancia. Szép, nagyon tetszik ez a nikkelezett tükör, meg akit láttok benne. Tehát nagyon jó. Eddig ez a kedvenc, amit itt látok a telepen. Na ez a következő is egy középkategóriájú Ford négy kerék meghajtású Everest. Méghozzá a Trend típusa. Ez itt ritkább dolog. Ezt úgy gondolom Amerikából importálja a Ford, onnan jön ide. Úgyhogy ez egy szép nagy batár, 3,2 literes 6 hengeres automata változat. Turbo dízel, tehát fogyasztás szempontjából azért kíméletesebb lehet. Nagy kocsi or, vagy legalábbis nagy közép kategóriái kocsi, mert Amerikában ez nem számít nagy kocsinak, de itt se. Tehát alacsony kilométerrel, kevés kilométerrel, az csak 69.700. Négy kerék meghajtású, tolatókamera, hétüléses, teljes service history, 15 hónap garancia. És az ára, gyerekek, 52.990 dollár. Azt még nem mondtam, hogy 2017-es típus. Úgyhogy szép darab, de
egy használt kocsiért azért nem adnék többet, 52 000, Jézus Mária. Holden Cruise, na ez is egy félre sikerült ausztrál gyártmányú kis kocsi. Nem tudom, Európában van-e ilyesmi, vagy valami hasonló, vagy esetleg Angliában gyártják, de ez itt készült Adelaide-ben, és 2-3 évnél tovább nem tartott a gyártása. Tehát ez, gyerekek, a Holden Cruise Equip. Jó hangzik, de nem hiszem, hogy a felszereltsége olyan bőséges lenne. Tehát ez egy nagyon is átlagos kis kocsi, első kerék meghajtású, 2016-os. 16 000 dollárt kér érte, úgyhogy ez pedig len 31 155 kilométer van benne, és ahogy mondtam, 2016-os. 1,8 literes a motor, 6 sebességes automata, cruise control, front and side, tehát első és oldalsó légzsák, hátsó parking szenzor, szintén garancia van rá, 15 hónap, minden autóra úgy látszik itt 15 hónap garanciát ad, ő maga, ez nem gyári garancia, hanem ő maga adja. Na gyerekek, ez itt megint egy komoly dolog, ez a Toyota 2017-es, ezek nagyon-nagyon megbízható, időtálló és jó tervezésű kocsik. A Toyota Kluger, ami egy nagyon jó családi autó. Ezeket nem lehet lemondani, és ez is 4 kerék meghajtású, de ugyanúgy ezt se használják a szántóföldeken, vagy a terepen, vagy kinn az erdőbe, ez csak városi használatra van. 45 990 dollár. 55 678 kilométer van benne. 3,5 literes electronic fuel injected motor, automata, reverse kamera, hétüléses, bőrüléses, cruise control, első oldalsó légzsákok. Minden van benne, úgyhogy nézzétek meg ezt a szép csillogó festéket. Hát ennek csak az a hátránya, hogy nem tudod otthon kijavítgatni ecsettel, ha van valami lepattogzódás. Illetve hát az a hátránya, azt mondtam, hogy előnye. Olyan már soha nem lesz, mint amikor a gyárból kijön. Ez pedig, gyerekek, egy Renault Kalios? Valószínű. Megnézzük majd. Easy Finance. Itt nem nagyon népszerűek a Renault-ok, egyáltalán az európai kocsik. Drága hozzájuk a szervizeltetés, az alkatrész, egyáltalán a running cost, tehát az úgynevezett költség, heti, havi kiadás, ami van a kocsira. Igen, a Kalios, úgyhogy nem tudom, én sem mernék belecsapni, mert ez egy elég furcsa fazon is, nem nagyon tetszik ez a design. Azért nézzük meg, 2,5 literes electronic fuel injected motor, automata, SetNav, cruise control, és hát az első oldalsó légzsákok már természetesek, úgy néz ki minden kocsiba. Bluetooth, minden van benne. Kilométert mondtam, 92 604. Tehát ez volt, gyerekek, itt a Norm Reynolds Quality Used Cars első két sor. Azt hiszem, hogy most ezzel be is fejezem, ez lesz az első rész, és utána átmegyünk a hátsó részre,
csinálunk egy második videót belőle, hogy ne legyen túl hosszú, túl unalmas. Úgyhogy legyetek szívesek, jelöljetek meg, iratkozzatok fel, meg tudjátok nézni majd a második részt is, és a többi videóimat is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, szép napot!